Kétszer ad, ki gyorsan ad, tartja a mondás. Gyulajon is megértették ennek a mondatnak a jelentőségét, hiszen a közelmúltban tomboló vihar több otthont is lakhatatlanná tett, s a segítség szerencsére gyorsan és önzetlenül érkezett. A Petőfi, az Adi út, a Széchenyi út, főleg ezek az utcákban kaptak a házak ilyen nagy terhelést a széltől, meg a vihartól, de a Dózsa utcában is pár házon ilyen részleges bontást végzett ez a nagy szélvihar. És itt mondom, ilyen 13 ház, ami nagyon lepusztult, teljesen lebontotta a cserepeket a házakról, de szerencsére személyi sérülés az nem történt, úgyhogy még ez a szerencse az egészben, és itt utána itt fóliát biztosítottunk nekik reggel, a katasztrófa védelem itt volt mindjárt az első perctől kezdve, és nekik nagyon köszönjük, tényleg nagyon jó részt vettek be az egész mentésbe. És az volt a cél itt elsődlegesen most, hogy mondogatta az esőt, meg ilyesmit, hogy megvédjük ezeket az öreg házakat, mert az a vályok házak itt egy esőt kapnának a födén, meg ilyesmi, az rögtön beszakadna. Úgyhogy első körben befóliáztuk a házak tetejét, és akkor utána kezdtük el cserepezni, amit tudtunk. Ezeknek a házaknak nincs biztosítása, és itt csak az önkormányzat magukra, saját magukra támaszkodhatnak, a Máltai Szeretett Szolgálat segít, és most több helyről jelezték, hogy tudnak majd adni ilyen deszkákat, meg léceket, meg szalufát, meg ilyenekbe tudnak segíteni. Úgyhogy ezután majd most a hirtelen kár elhelyállítás egy kicsit megtörtént, de még a legközelebbi menetbe még tényleg még megpróbáljuk megerősíteni ezeket a tetőket és javítani. A polgármester elmondta, a szomszédos településekről érkezett sok segítség. Tetőcserepek, kupcserepek, amelyekkel gyorsan helyre tudták hozni a károkat. Egy nap alatt a nagyobb hibákat el is tudták hárítani, így estére már minden ház a javított tető alá került. Szerencsére itt kettő olyan ház volt, ami tényleg olyannak lehet nyilvánítva, hogy nem alkalmas a bentlétre, meg a bentlakásra, de szerencsére tudtuk helyezni őket. Az egyik családnak van még egy lakása, ők ott el tudtak helyezkedni, a másiknál pedig a testvéréhez vonult az illető idős férfi, ilyen rokkant férfi volt, ő is a testvérénél tudott szállást kapni, úgyhogy ezt megoldottuk. Mert gondolkodtunk rajta, ha olyan lett volna a közösségi házba, vagy a műfázat megnyitottuk volna, és akkor ott azért el tudtak volna lenni addig, amíg nem történik valami. A gyerekeket, akik itt futkároztak közben, mert nem mertek a házak közelébe, mert nem is engedték őket közel, ők a közösségi házban voltak napközben. Orsós Józsefék háza is megsínylette a szupercella érkezését. A hatalmas robajjal érkező szél akkora károkat okozott, amire nem is számított a család. Hajnali 4 órakor arra voltunk figyelmesek, azt hallottuk, hogy egy nagy zuppanás, és kirohantunk a házból. Ugye nagyon sötét volt, nem láttunk még nagyjából úgy semmit. Annyit vettem észre, hogy a folyosón lévő hátsó szobában rá lehet látni, hogy a széna, a por ott van a folyosón, ott hever és le van szakadva a gipszkarton. És akkor arra gondoltunk, ugye, hogy beszakadt a csúcsfal, ami egy 15-ös csúcsfal, vályokfalból ugye el volt tázva, már gyenge volt. És gondolom, akkor az leszakította a plafont, ahogy bedőlt. És erre kivilágosodott, láttuk, hogy nagyobb a probléma, szó szerint a szél kicsavarta a szarufákat a helyiről, és az a hátsó részről azt ide csavarta a nagy kapuhoz, amit ki is tépett a gerenda, ugye, hogy ráesett. A másik fele meg ugyanúgy a szomszéd kerítésére előre hozta, és az is kiszakadt. És akkor egyből nekiálltunk ugye takarítani az udvarnak, és egyből ugye a polgármesterhez fordultuk, hívtuk, aki azonnal jött és végignézte az utcát, és akinek tudott segített, fóliát egyből rendezett, hogy fóliázzuk le addig ideglenesen, amíg nem tudunk hozzányúlni, ugye, és mondta, hogy minden segítséget felajánlott nekünk. Hál' Istennek kaptunk cserepet, ugye, kurdról is, és Laci Bá, polgármester felajánlta, hogy akkor traktorral lementünk érte, el is hoztuk, és így hál' Istennek összejött annyi segítség, így ezáltal, hogy a tetőt kompletten le tudjuk cserélni. Mint azt a falu vezetője is elmondta, ezek a javítások nem véglegesek, de stabilabbá váltak a sérült tetőszerkezetek. A nagyobb munkálatokhoz házonként akár több millió forintra is szükség lenne.